A több mint 40 fellépő között szép számmal képviseltetik magukat miskolci együttesek is a Kocsonya Fesztiválon. Színpadra lép többek között a Miskolc Dixieland Band, az Ildi Rider, a Latin Projekt, a Hírújár és a Zenegép is. A legtöbb együttesnek 2023-ban ez lesz az első nagy koncertje. A Kocsonya Fesztivál március 3-án pénteken kezdődik, és vasárnap délutánig tart. Próbához készülődik az Ildi Rider. A 12 éves miskolci zenekar lelkesen készül a jövő héten megrendezésre kerülő Kocsonya Fesztiválra. Az együttestől már megszokhatta a közönség, hogy hatalmas bulit csinálnak, erre készülnek a Kocsonya ünnepen is. Mint mondták, alig várják a pénteki fellépést, a közönséggel való találkozást és a fesztivál hangulatot. Örömmel töltött el minket, amikor megláttuk, hogy ismét lesz, de nem tudtuk, hogy benne leszünk-e a programban. És amikor megkerestek minket, akkor újult erővel nekifogtunk a próbáknak. Egy 60 perces bulit fogunk nyomni a közönségnek. Nagyon jó az időpont, mert este 7 óra, már sötétedik, úgyhogy remélem táncolni is fognak. A legtöbb nagy és kis zenekarnak is a miskolci háromnapos fesztiválon indul be igazán a 2023-as év. A Miskolc Dixieland Band is várja már az ikonikus téli rendezvényt. Az elmúlt koncerthiányosabb időszakban ugyanis az idén 33 éves zenekar sokat próbált, és új kompozíciókon is dolgoztak. Fogunk olyat játszani, ami gyakorlatilag a programban újdonság. Az ifjúsági koncertből átemeltünk rajzfilmzenét, ami közismert, és megpróbáljuk a populáris hallgatható és olyan közönségnek is játszható dalokat bemutatni, amelyek nem csak a jazz kedvelőknek csemege, hanem tényleg mindenki szívesen hallgathatja. A miskolci együttesek között ott lesz még például a Latin Projekt, a Hírviár, a Zenegép, az Állatok és a Kacsonyák Gábor és Nahaj Máté akusztik is.